Sziasztok, itt vagyok jelenleg a Deák téri föld alatti múzeumban. Mögöttem egyébként láthatjátok a itteni régi föld alatti kocsikat. Egyébként annyit kell itt arról tudni, hogy az itteni metróállomásnak az aluljárójában könnyen megközelíthető. Egyébként a belépési jegy ez egy menetjegynek az ára, illetve 500 forintért külön lehet fotó, illetve videó jegyet is venni mellé. Úgyhogy én nem szaporítanám a szót, hanem nézzünk körül. Ahogyan a feliratból egyébként leolvasható, hogy ez a saját gyártmányú 81-es számú pótkocsi, ami itt található. Be nem lehet menni, viszont ez itt pedig, ha minden igaz, az a motorkocsi, ami hajtotta az egészet. Ott ki is írták, hogy a Schlick gyártotta ezt, és ugye 73-ig voltak forgalomban ezek. Azóta pedig ugye a Ganz gyártmányú szerelvények futnak a mai napig. Most erre nem a fém, hanem a falrezes kocsit láthatjuk. Ugyanúgy egyébként Schlick gyártmányú. Így néz ki előről. 19-es számú kocsi. És hát ezek is addig közlekedtek egyébként, amikor ugye 70-ben felújították, és a felszíni szakasz, a Széchenyi felszíni Széchenyi fürdői szakasz ugye a Városligetben, ez megszűnt, és a Mexikói útig hosszabbodott meg. És ha belülről megnézzük, hát szó szerint fapados. Nos, hát itt látunk egy ilyen régi villamos és metró térképet. Itt még csak ugye a három villamos szerepel rajta, és a negyedik, a zöld metró még mindig nincsen itt, de azért a villamos járatokat tekintve is történt azóta egy pár
változás, hiszen az egyes villamos például itt a Vörösvári úttól csak a Hidegkúti stadionig van megjelölve, és ugye a 23-as villamos, ami az akkori könyve, ami a Könyveskálmán körúton ugye közlekedett egészen a közvágó, nem a közvágó hídig, hanem idáig. Úgyhogy, hát igen, a jó, hogy a városi pályaudvar mindig itt van. A 13-as villamos, ami ugye már a 3-as, aminek a 3-as villamos vette át a szerepét. És még sok más. Errefelé 31-es villamos sincsen már. Meg 30-as, meg 23-as. Szóval az itteni Deák téri múzeumnak a kiállító helyéről azt érdemes tudni, hogy a közlekedési múzeumhoz tartozik. Kis föld alatti, vagy hivatalosan a milleniumi föld alatti vasútnak a rekonstrukciójára 1973-ban került sor. Ugyebár ekkor volt Pest, Buda és Óbuda Egyesülésének a 100. évfordulója. A kiállítást 2 évvel később a BKV hozta létre. 1955-ben, amikor a Deák téren az átszálló rendszert építették át, forgalmon kívülre helyeztek egy 60 méter hosszú alagút szakaszt, mivel már nem volt rá szükség, és ennek az alagútnak egy részében jött létre az itteni múzeum. A kocsikkal szembeni vitrínben találhatók egyébként eredeti dokumentumok, illetve tárgyi emlékek, fényképek és kronológiai sorrendben vannak rendezve. A képsorok a kisföld alatti történetét mutatják be egészen 1896 májusától, amikor átadták a Vörösmarty tér és Széchenyi fürdő között húzódó szakaszt. A 3 darab kocsiról egyébként azt érdemes tudni, hogy 2 közülük fémvázas, az egyik egy pótkocsi, a másik egy motorkocsi, a harmadik pedig egy favázas motorkocsi. Ezek egyébként még akkor közlekedtek, amikor a Hősök tere után a kisföld alatti kijött a felszínre, és csak a Széchenyi fürdőig közlekedtek, és az azutáni felújítás után pedig már teljesen kéreg alatt közlekedik ugye a kisföld alatti és már a mexikói útig. Az előtérben kihelyezett műtárgyak is a közlekedési múzeumból valóak. Néhány relikviát is helyeztek ki, de mind ami a metró, hív, busz, villamos, illetve troli közlekedést illeti. Például ellenőrök karszalagjait, vagy régi időkből származó menetjegyek, illetve egyéb közlekedési dokumentumok és iratok.